Ismeritek a molnárkát? Nem a kisnövésű pékre és nem is a vízipoloskára gondolok, hanem arra a nagyon finom péksüteményre, amiből például szendvicseket készíthettek, és amit ma meg fogok nektek sütni. Farkasinszki Ildikó vagyok, amin megette konyhájából, és természetesen ez a Süti Suli. Úgy fogom készíteni, ahogy általában a péksüteményeket szoktam, vagyis fogom a robotgép táját, beleszitálom a lisztet, egy csipet sót és az összes cukrot belekeverem a tésztába. Most ugyanis nem fogom felfuttatni az élesztőt, hanem csak rámorzsolom a tésztára, és meglátjátok, így is nagyon szépen meg fog kelni. Most jöhet a tojás, a joghurt, jöhet a tej is, azt is egy picit meglangyosítottam, és akkor a tetejére rámorzsolom az élesztőt. Ugye a kalácstésztánál is úgy szoktuk a vajat, hogy amikor már összeáll a tészta, akkor több részletben, természetesen puha vajról van szó, több részletben adom hozzá, és mindig csak akkor adom a következő adagot, amikor az előzőt már felvette. Összeállt a tésztám, most még egy viszonylag kemény tésztát kaptam, mert ugye nem túl sok folyadékot tettem bele. Most jön a vaj, és ez fogja majd megadni ezt a látságot, sejmességet, amitől isteni finom lesz a molnárka. Elvette az összes vajat a tészta, érzem, hogy nagyon-nagyon jó puha sejmes, most már egyáltalán nem kemény a tészta. Kilisztezett keresztőtálba teszem. Lefedem a tetejét akár egy fóliával, akár konyharuhával. Körülbelül egy olyan 30-35 perc alatt, attól függ, mennyire van meleg a szobában vagy a konyhában, ahol készítitek. Lényeg az, hogy a duplájára keresztjük a tésztát, és aztán jön a formázás. Nézzétek meg, milyen gyönyörűen megkelt a molnárka tészta, tényleg fantasztikusan szép szerintem. Úgyhogy ki is veszem a tálból. 12 egyforma részre osztom a tésztát, és ezeket a kis tészta darabokat egyenként megvirgolom. Én egy precíz ember vagyok, én szeretek mérleggel osztani, de nyilván, ha nem fogjátok dekára egyformára, akkor sincsen baj, ez 1110 g. 92 dekás darabokra osztom a tésztát, egyelőre csak félreteszem. Meg vagyok a tészta darabokkal, az se baj, hogyha több darabból áll, ugye nem tudtam mindegyiket pontosan 92 g-ra vágni, akkor jön a virgolás, ami nem jelent más, mint hogy kicsi gömböcöket formázok a tésztából. Először is fogom, és a széleket szépen behúzogatom, minthogyha egy virág szirmait hajtanám középre. Annyira húzom szorosra, amennyire csak tudom, az alját összecsipkedem, majd az aljával lefelé, vagyis ami addig a teteje volt, az lesz az alja, a tenyerembe helyezem, és mintha egy ilyen kis madárkát simogatnék, elkezdem a másik kezemmel, ugye amit ilyen félgömb barakúra formázok, szépen meggömbölyíteni a tésztát, ezt természetesen csinálhatom a deszkán is, és gyorsan le is takarom, mert ugye a keltésztánál nagyon fontos, hogy nem szabad kiszáradnia, mert akkor megbőrösödik a teteje, és repedezni fog, és nem lesz már ilyen gyönyörű, szép, sima, mint a baba popsi. Ezt lehet egy konyharuhával is, vagy ahogy én csinálom, egy fóliával. A meggömbölyített kis tésztagombócokat most 15 percig hagyom pihenni, hogy magukhoz térjenek egy kicsit, hiszen ugye ilyenkor a tészta elveszíti a rugalmasságát, ahhoz, hogy újra tudjam majd formázni a gyönyörű molnárkákat, kell, hogy megpihenhessenek, és ez a glutén váz egy kicsit ellazuljon. Ha megpihentek a kis tésztagömböcskéim, akkor megmutatom, hogyan formázok a molnárkát. Nincs szükségem nyújtófára se, csak fogom a kis gömböcömet, és a tenyeremmel egy picit ellapítom, és fogom a tészta egyik oldalát betekergetem a közepéig, majd ugyanezt megteszem az alsó felével is, és ha a középre értem, akkor a két tésztaszélt összecsipkedem. Egy icipicit meghempergetem, és kész. Kész vagyok a formázással, akkor ugye nagyon fontos az, hogy a tészta teteje az valamivel védve legyen a száradástól. Most már nem fogom letakarni, hanem lekenem tojással. Egy egész felvert tojást használok. A tojással lekent kis sütiket hagyom egy fél óráig pihenni, körülbelül ennyi időre van szükség ahhoz, hogy szép nagyra megkeljenek. Akkor majd újra lekenem a tetejüket tojással, ettől lesz a gyönyörű piros színük, amikor megsülnek. Le is telt a fél óra, ki is gömbölyödtek szépen a molnárkák, úgyhogy jön a második kenés.
Tulajdonképpen akár már így is betehetném sülni, hiszen gyönyörű, szép, fényesek a molnárkák, viszont van egy speciális díszítési módja, úgyhogy én javaslom, hogyha igazán biztosra és gyönyörű molnárkák készítésre akarunk menni, akkor ezt is alkalmazzuk. Ehhez nincs másra szükségünk, mint egy ollóra. És gyönyörű szépen kis füskéket vágunk a molnárkák tetejére, így lesznek nagyon cukik és gusztusosak. A sütőt már előmelegítettem 170 fokra, körülbelül 20-25 percre van szükség ahhoz, hogy szép pirosra süljenek a molnárkáink. Hát nézzétek meg, milyen gyönyörű kis krokodilusok sültek itt nekem. Szerintem nagyon-nagyon szépek lettek, gyönyörű, fényes, az illata mennyei, fogása nagyon-nagyon puha. Nézzük meg, milyen a belseje. Úgyhogy fogok egyet, és szépen fölvágom. Már nincs más hátra, mint hogy elővegyem a vajat a hűtőből, meg a szalámit, megtöltsem és befalatozzam. Nektek is jó étvágyat hozzá, ha elkészítitek. Szerintem nagyon jó ötlet egy kirándulásra, egy piknikre, de ha elkészítitek a gyereknek az uzsonnakosárba, biztos, hogy hálás lesz érte.